kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk. A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Autó család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autó család. Autók szeretettel. Jó reggelt kívánunk, kezdte Gábor. Jó reggelt kívánunk. Csak mert most tolta le az utolsó tized másodpercben a maradék reggelijét megszólalás előtt. Igen, hát de számítottam arra, hogy ezt fogod velem művelni, és ezért begyorsítottam. Hát, egyszer elkaptak. Nem derül. Éppen megúsztam, de éppen sikerült. Ja. Na, ez a Villás reggeli, kérem tisztelettel, és aki nem sikerült, te leszállja a mikrofon, végre kapna az Ács Gábor. Aki pedig ezzel kísérletezett, és ismét elbukott az Gede Balázs. Na 0630 2010 909 SMS, WhatsApp és Viber számunk. Ez, kérem tisztelettel, jött egy-két kérdés. Szerencsére találtam olyat, amit meg tudunk válaszolni, mert az első rögtön olyan volt, amit szerintem nem, de fogjunk hozzá, kérlek szépen, indítsuk a rovatot, és akkor gyűrközzünk neki. Ha sínen megy, vagy szárnya van, Ács Gábor előbb-utóbb rajta lesz. Fafados járatok, utazási tippek, trükkök, jegyvásárlási tanácsok, iparági hírek. Ács is in the air. A Millás reggeli utazási rovata következik. A rovat szakmai partnere az okosutas.hu. Bízz magadban, utazz okosan! Na, kezdjük akkor a hallgatói kérdésekkel? Hát figyelj, kezdjük, és akkor utána jövök, akkor én aztán majd meglátjuk. Krisztián kérdezte, ezt ettől félek, hogy ez nem fog menni nekünk, de nem akarok a te nevedből beszélni, te vagy itt a szaki, hogy jó reggelt, Gábor, július 24-e körül utaznánk Florida, Tampa. 3-4 hétig maradnánk, hogyan érdemes optimalizálni, mikor vegyünk jegyet, 3 felnőtt, 3 gyerek. Sok mindentől függ, de szerintem alapvetően a kereső oldalokon érdemes kutakodni. Két variáció van, ha tényleg nincsen csomagunk és vállaljuk a bumlit, akkor lehet valamennyit spórolni. De hát mondjuk 3-4 hétre közepén, csomag nélkül. Hát az nehéz. Gyerekekkel? Gyerekekkel. Az majdnem kizárt. Nekem mindig csak úgy jött ki, ilyen olcsóbb jegyekkel, mert csomagkorlátozások voltak, hogy elmenni Barcelonába, mit tudom én, akkor onnan átmenni, vagy Reykjavikból átmenni, külön megvett jegyekkel odáig fapadossal, tehát ez a bebumlizós megoldás viszonylag kevés megtakarítást hoz, és tényleg aki csak amúgy is kis hátizsákkal megy, mert amúgy sem akarod húzigálni és cipelni, és tényleg ez a nagyon kevés cuccal, úgymond tényleg egy kis hátizsákos turistaként mozog, annak van benne érdemi spórolás. Az, hogy pontosan a dinamikája milyen, hogy mikor esnek le, vagy mikor, vagy hogy mozognak, ezt nem tudom, annyit láttam, hogy eltérő időpontokban a légitársaságok azért áraznak dinamikusan és akciózgatnak, úgyhogy a Skyscanneren és társain érdemes figyelgetni folyamatosan, hogy éppen melyik. Ugye az jó megoldás mindig, hogy a korábbi időszakokat is megnézni, hogy májusra, júniusra, hogy mozog, néhány dátumot fölírni, és akkor ott az ottani akciókat nézni, és ha látjuk, hogy májusra volt egy akció, júniusra is bejött egy akció, akkor azért elég valószínű, nagyjából ki lehet logikázni, hogy mikor várható, hogy belenyúlnak, és mondjuk lejjebb viszik. Miután nagyon-nagyon sok variáció van, ez egy olyan dolog, hogy figyeljük és nézzük, időt kell rászánni, és akkor azon tudunk spórolni, akkor elkapunk jobb ajánlatokat. Vagy pedig, ha nem foglalkozunk vele, akkor viszont akkor valószínűleg jóval drágában megyünk. Azt kérdezik, mi lesz most az oroszok által kedvelt üdülőhelyekkel, végre érdemes lesz ezeket is megcélozni? Hát erről pont múlt héten beszéltünk. A ciprusiak aggódnak, a törökök aggódnak. A magyar utazási irodák beszéltek arról. Ugye ez egy érdekes helyzet, hogy ugyanannak a régiónak a két oldala, ugye a török part és a görög szigetvilágot, ha nézed, a görög szigetvilágot tele van fapadosokkal, oda könnyű egyénileg szervezni, de mondjuk a török oldalra ott utazási irodák, a csárterek dominánsak is, nincsen fapados és egyénileg nehéz szervezni. Úgyhogy
pont Törökországban, hogy ők ezt mennyire érvényesítik az árakban, hogy ott nagy lemondások vannak és csökkennek, ezt nem tudom. Aki már lefoglalta, annak nem fogják emiatt csökkenteni. Az lehet, hogy last minute-ben ott lesznek jó akciók irodákkal is. Sőt, az valószínűsíthető, hogy a következő hetekben azért lesznek jó dílek már, mint a török oldalra is. Hát Ciprusra tudunk menni magunk is, és nagyon könnyű, sok járat van, az működik. Egyébként talán nem véletlen, hogy a Ryanair betett plusz kapacitásokat rögtön az orosz-ukrán válság után Pafoszra is. Úgyhogy ott ebből komoly, hát az egy komoly politikai vita is van arról, hogy mit kezdjenek vele. Komoly gondban vannak, hogy kiestek az orosz turisták. Ugye Ciprus, ugye az ág is húzza, mert két éven keresztül a legszigorúbb Covid korlátozások a briteknél voltak, és a két fő küldő célország, az angolok, és az oroszok. Na most kiestek két évre majdnem az angolok, vagy hát minimálisra csökkent a számuk, most, hogy ők már mehetnek, és ott ugye teljes nyitottság van, most megjött az orosz, úgyhogy Ciprus tényleg magyar utazónak, illetve más utazónak, aki nem ebben a két országban lakik és tud utazni, most nagyon jó és olcsó szállásokat kínál például, jó lehetőségeket. Azt mondja egyébként, ez érdekes, jól lemérhető, ugye beszélgettünk, hogy a háború így nyugatabbra tolja az irányt, és kapásból most beesett, nem tudom, minimum 3 spanyol kérdés. Uh-huh. Úgyhogy ezeket is megnézhetjük. Az egyik arról szól, hogy Ibizára mennénk Pestről vagy Bécsből júli elején, várható-e, hogy lejjebb mennek az árak, vagy inkább most vegyük meg? Pestről egyetlen egy járat van, az is csak hetente egyszer, és korábbi tapasztalat az, hogy a Covid előtt az ilyen 30-40 ezer, abszolút nagyon drágán ment. A elmúlt járványos két nyáron akkor voltak ilyen 15-10 ezeres ajánlatok is. Most szerintem nincs ilyen, tehát valószínűleg most is drága lesz, nincsen plusz kapacitás Bécsből, talán több járat van, elég sok átszállásos verzió van. Ez megint tipikusan olyan, hogy például Bergamónál vannak, vagy láttam legutoljára tök olcsó jegyeket, oda sokkal drágább egyenesen repülni, mint átszállásos verzióban, tehát hogyha valaki tényleg spórolni akar és vállalja a bumlit, akkor így lehet ezt megoldani, nagyjából irányba is van, tehát még a nagy kitérőt sem teszünk, hogyha átszállásos verziókat nézünk, úgyhogy bizánál ez van. Bécsből sem sokkal olcsóbb egyébként, de ott azért, hát ott azért a Ryanair szokta lejjebb vinni. Ott, de nem, de az sem olyan nagy. Tehát igen, kevés. Innen pont Bécsből és Pestről nem elég. Ez a underserved, ez mi magyarul, tehát hogy alul kiszolgált, de ilyen nincsen. Tehát, hogy kevés járat ahhoz képest, amennyien szeretnének oda menni. Ez számomra is meglepő, úgyhogy emiatt igen, drága, és nyilván le fog menni, hogyha pár napig nem érkezik foglalás, ha meg jutovási iroda berak egy blokkot, akkor meg fölmegy a duplájára a másnap, tehát ez egy kockázat. Hát ez egy népszerű időpont, és közel is van a húsvét, azt kérdezi Gábortól kérdezi, hogy van-e valami esély arra, hogy lemennek az árak Barcelonába, a húsvéti út lenne, ez pont 15-18, tehát az egész. Hát lemehet, mert hogy most már annyira drága, hogy ahhoz képest lemehet. Egyébként érdekes volt a dinamikája. Húsvétkor általában úgy voltam a húsvéttől, hogy általában nem is nézem, mert nem lehet. De most idén lehetett húsvétra, akkor beszéltünk róla, amikor január környékén, amikor tényleg a húsvét is olcsó volt. De ahogy lement az Omikron hullám, és az emberek kiszabadultak, nagyon látványosan és durván fölmentek az árak húsvétra. Úgyhogy nagyon, innen már csak lefelé van. Hát figyelj, nem. Innen, a downside ugye, risk. Nem, nagyon. Ugye a nagyon drágából nyilván lejjebb jöhet, de tényleg kimondottan ránéztem egy olyan 2 hete, hogy van-e még olyan, amit mondjuk ajánlhatok, ami mondjuk így kilóg és olcsó, és igazából alapvetően nem drága, a nyárhoz képest egy kicsivel olcsóbb, de legalább lehet menni a Görög-szigeteket. Láttam, hogy amúgy a 3000 forintos jegyek mostantól nagyjából április végéig Ben húsvét kiemelkedik szigetként, ahova most már lehet menni például, mert hogy van járat, idén már, arról beszéltünk, de ott legalább ilyen 10-15 ezres jegyek vannak, ami előtte való, meg utána való héthez képest ugye magas, de húsvéthoz képest, meg ahhoz képest, hogy egy csomó helyre ennél jóval drágábbak, a jól bejáratott hagyományos útvonalakra, ahhoz képest nem is olyan rossz, hogyha valaki éppen tényleg húsvétkor szeretne kiruccanni. Nagyon meg van kötve a magyar családok keze ezzel a
Igen, a gyerekek is szokták mondani, hogy a tavaszi szünet egy nagy átverés, ja, mert az 2 nap. Ja, igen. Nem 1 hét, és teljesen igazuk van. Tehát ott, ha legalább az egyik hét lenne plusz a húsvét, vagy az egyik teljes hét lenne, akkor... De az, hogy elkezdődik szerdán, tehát, nem szerdán, de ahogy is még szerdán járniuk kell. Tehát megkapják egy csütörtököt, meg a következő keddet. A maradék 4 nap az amúgy is ünnep, igen, vagy hosszú, igen, igen, hosszú hétvége. Nagyon-nagyon nehéz. Annyira egy helyre koncentrálódik a családosok miatt az utazási lehetőség, így, hogy az, ott nincsenek csodák. Tehát az nagyon jól látszik, hogy ha április elején ilyen 5 eurós útvonalak is fölmennek a sokszorosukra húsvétkor, mert arra a 2 járatra, vagy 3-ra, ami abban az időszakban esik, az könnyű tölteni. Fél, még ehhez a kérdéshez kapcsolódik, ez egy érdekes szitu, PCR elég a gyereknek, pont 14-én lesz 12 éves, és ugye 15-én mennek. Hova? Ez még a Barcelona. Nem kell már oda teszt, hogy nincs. Mert nincs oltva, de igazából igen, nem... 14. 14-én lesz 12, tehát ugye a korhatár, ja, akkor betöltés 15-én mennek, tehát akkor már fölötte van. Tehát a nagyon rigorózus a... Akkor kell. Akkor kell. Illetve, de hát PCR nem kell szerintem. Hogy mi kell? A Spanyolországban korábban se kellett, az sima antigén volt akkor is, csak gyors teszt elég volt. Aha. Nem tudom azóta, hogy váltott, most már szerencsére nem kellett a teszteket nézegetnem. De a lényeg az, hogy hónapja, az egy nap, tehát onnantól... Hát, ő... ugye, hogyha fölötte van, akkor igen. A akkor regisztráció, ha jól tudom, egy csomó országban eltörölték a regisztrációs, molyolós, előrebb kitöltős, űrlapos dolgot is, ahol nem, ott se nézi egyébként senki. De egyébként a Covid időszak alatt is, meg az után is a spanyolok általában azért nézték, illetve lecsippantották. Legutóbb, amikor Kanári-szigeteken voltam, akkor tényleg úgy volt, hogy a regisztráció során föl kell tölteni a teszteredményt. Tehát már a rend, már nem is tudsz egy olyan korút regisztrálni, hogy ne kérje, hogy valamit föltöltsél. Az be lehet x-elni, hogy átugrom, de akkor külön sorba raknak, azonnal ezt látják, és akkor olyan csippantásod van, hogy föltöltötted, és a rendszer látta, akkor már mész is ki. Ha nem, akkor viszont emberhez kerülsz, és akkor ellenőrzi az iratokat. Legalábbis, jó, avóta már sokat enyhült a helyzet. Lehet, hogy most már nem így van. Na, nem kell ez még, majd csak később. Nem, igen. Majd folytatjuk a hallgatói dolgokat. Én arra vagyok kíváncsi, hogyha jól rémlik, akkor mától lazítanak az olaszok. Mit lazítanak? Mert... Azt lazítják, ugye, hogy most a Green Pass talán már nem kell, de az EU-s igazolvány az kelleni fog. Lehet utazni simán az EU-s oltási igazolvánnyal, maszkviselés még, mint hogyha kéne, mert azt hiszem, majd csak májusban fogják a járművekről. Igen, április végét láttam, de lehet, hogy azóta megváltozott. Levenni. Van egy lassú, igen, van egy ilyen... Igen. Nagyon lassan és 2 hetes ütemben azt hiszem lazítgatnak. Igen, igen, igen. Friss valami mérföldkő ez az április. Igen, a friss tapasztalat az volt, hát ugye ez még március volt, ugye a múlt héten, belépésnél semmi, ki kell tölteni a papírt, nem nézik, igen, senkit nem érdekel. Nekik is van ez a regisztrációs izé, azt hiszem az még fönnmarad. Vonaton Green Pass és reptéren induláskor Green Pass kérik, tehát az EU-s, csippantják az EU-s kódot, és szigorú maszkviselés zárt térben. De már kint nem. Ez volt a múlt héten, uh-huh, ez marad is, és akkor most mit enyhítenek ezen? Hogy a Green Pass-okban van valami a enyhítés. Igen, hogy nem a Super Green Pass, hanem csak a sima Green Pass, igen, elég. Igen, a, igen, de a külföldieknél már eddig is elég volt a az uniós, mert az uniós igazolvány, mert annyira nem igen, jelentős. Turistaként a maszk, az, tehát tök egyéni, hogy kit mennyire zavar. Az, hogy egész nap majdnem rajtad van, ha bemész valahova, vagy éppen nincs, ez tök egyéni. Ha valaki zavar, de ha megyünk Londonba. Jött is ilyen kérdés például, hogy hova lehet utazni, ahol nem kell maszk, ugyanúgy, mint Magyarországon. Dániában nem kell maszk, és Angliában nem kell maszk. Én ugye voltam Skóciában egy kicsit kirándulni, és nem olvastam utána alaposan. Azt gondoltam, vagy azt mondták, hogy valószínűleg akkor átveszik az angolt, hát nem vették át. Angliában nem kell maszk, Skóciában kell maszk mindenhol. És ami a légitársaságot illeti, ugye Dánia még ilyen, illetve mi a harmadik? Aki? Nem Hollandia. Na, nem tudom, majd megnézem mindjárt. A lényeg az, hogy a légitársaságoknak a reakciója is eltérő. Ha valaki nagyon utálja a maszkot, és nem akar több órán át a repülőn maszkozni, és ő már lazára veszi a figurát, akkor például
van olyan légitársaság, akivel el lehet menni Londonba például maszk nélkül. Mert az EasyJet, meg a British Airways, ők már azt mondják, hogy ők nem alkotnak saját szabályt, hanem a adott országoknak a szabályt figyelembe veszik, és ha a kiindulási és az érkezési ország is már lazított, akkor ő sem kéri, és a személyzet is ugyanígy reagál. Tehát, ha Budapestről EasyJet-tel, mit tudom én, Genfbe mész, akkor maszkozás van, mert Svájcban még az a szabály. Hogyha Londonba mész, akkor nincs maszk, mert ott az a szabály. Se Londonba, se itt nem kell. Se Heathrow-n nem kell. Tehát full maszkba elindulhatsz Budapest belvárosából, maszk nélkül Budapest belvárosától, London belvárosáig, hogyha Gatwickre repülsz EasyJet-tel, és se a repülőn, se a reptereken, sehol elvileg nem kell. Reptere válogatja, mert egyébként Heathrow azt mondta, hogy ajánlja, de nem kötelező. Tehát innentől kezdve a döntésed. És az, hogy Angliában hol kérik, Észak-Írországban sem kérik, a skótok kérik, ebbe is egy jó nagy katyvasz van, mármint az Egyesült Királyságon belül is. De a lényeg az, hogy például Londonban és Manchesterben már, ha valakit ez nagyon zavar, akkor lehet maszk nélkül utazni. A Ryanair egy hónapja mondta, amikor hirtelen a Jet2 bevezette, hogy náluk nem kell a maszk, hogy hát akkor ezt megvizsgálja, és majd áprilistól valószínűleg nála se kell, de azóta egy szót nem szóltak erről, és nem is változtattak. Tehát ugyanúgy kell, mint eddig, a vízernél is ugyanúgy kell, mint eddig, tehát szigorú maszkviselési kötelezettség van ezeken, máshol meg nincs ez most igazából az érdekesség. Igen, közben itt nézegetem az olasz, tehát az egyik nagy újítás ugye az, hogy tehát megszüntetik a COVID-19 vészhelyzetet, és innentől az EU-n kívülről jövő... Aha, de az minket nem érint. Az minket nem érint. FFP2-es maszk kell a repülőjáratokon, hogyha Olaszországba mész. Igen, ezt a Super Green Pass-t kiváltja az EU-s cucc május 1-től, állítólag május 1-től, tehát ez még mindig nem tiszta ez a maszkviselés, mikortól oldódik fel a beltérés. Aha. Tömegközlekedési helyszíneken. Na, megnéztem közben én meg, hogy Dánia, Gibraltár, Izland és Lengyelország, ahol nem kell. Tehát, hogyha EasyJet-tel megyünk ezek között az országok között, meg persze Magyarország, Anglia, Észak-Írország, ezek, akkor ezeken sem kell, de ezekben az országokban már nem. De mondom, Skóciában mindenhol kellett tömegközlekedésen is, reptéren is, Londonban meg ugyanez pont nincs. Aztán azt írja egy hallgató, igen, Barcelonában még a múlt héten pont úgy volt, ahogy Gábor mondta, ha nincs feltöltött cuccod, akkor helyben antigén, és az ingyenes. Aha. Igen, ingyenes antigén helyben? Igen, hogy ingyen. Nekünk még csináltatni kellett még itthon, hogyha nem volt ilyen. Na, pont most kérdezi valaki az Olaszországot, van-e teszkötelezettség vagy egyéb korlátozás, sőt, azt is olvastam itt a Euronews Travelen, hogy még az oltatlanok is mehetnek, hogyha igazolják 180 napon belüli felépülésüket. Ez is változó. Az országoknak általában ma az országok többségében azért ez a szabály már unión belül. Aha, tehát, aha. Hogy oltással simaliban nem kell semmit. Tehát, viszont 9 hónap után lejár. Tehát ha valaki a tavalyi P-napon kapta a két Pfizer-ét és nincsen harmadik, akkor ez már nem érvényes, akkor ő ugyanúgy oltatlannak számít. Viszont oltatlanként is egy sima teszttel, vagy ha valaki átesett, és erről van papírja, hivatalos papír, akkor az az országoknak. Vannak ettől eltérő szabályok, de a többségben ez most már ez így beállt. Sehol nincs már olyan, hogy oltottaktól is tesztet kérjenek, tehát oltással 270 napon belül, vagy lejárat nélküli harmadik oltással, most már teljesen szabad az utazás unión belül. Azt írja, hogy hallgató, Svájcban mától sehol nem kell maszk, nulla korlátozás. Zárójel sajnos teszi hozzá. Aha. Azért az, igen. Lehet, hogy hát innentől rád van bízva, tehát nyugodtan lehet hordani. Figyelj, én is hordom egy csomó helyen, tehát mindenki egyénileg. Voltam egy koncerten, ahol én voltam egyetlen maszkban. Kicsit sokan voltak, az nekem már, ugye? Tehát a bolt a határeset, ez tök egyéni. Érted, amikor tömeg van a boltban, akkor fölveszem. Hogyha szellősen vagyunk, akkor nem veszem föl, de ezt mindenki maga érzi, maga dönti el. Az biztos, a koncerten tömeg volt, de rajtam kívül senki nem volt, és ketten néztek rám kifejezetten furcsán, mint egy idiótára. De nem baj, hadd nem érdekel. Nem érdekel, én is persze. Teszek rá, én közérben is használom még, én szerintem az egy tök jó. Engem speciál nem zavar, hála az Istennek. Tehát, nézd, ha eddig megúsztam, akkor már nem most. Nem ezt a bolyhosodó vacak sebészit használom, hanem egy normálisat, cserélhető, szűrőbetétes. Aha. És engem pont nem érdekel, viszont én azt mondom, hogy amíg még
nem teljesen tisztázott a helyzet, addig ilyen helyeken felveszem. Na jó, akkor ugye lehet, a hogy most... A számokat látjuk. Elmondjam gyorsan még a headline-jaimat. Mondjad a headline-jaimat, utána jöhet hírek, és akkor utána meg kifejtjük őket. Most képzeld el, az adás alatt kaptam egy e-mailt. Ugye. És ennek apropóján, képzeld el, hogy megkaptam a kabinszámomat. Milyen kabinszámomat? Az első nagy hajó, luxus hajó utam kabin allokációjáról jött az értesítés, ezért nem bírom ki, hogy pár szót a hajókázásról ne beszéljek. Remélem, a hamarosan abban is majd azért expert leszel. Profibb leszek. Az elsőn is sokat tököltem. Na, erre kíváncsi vagyok. Én még nem tudom el, de egyelőre riasztanak ezek az úszóvárosok. Tehát megnézem majd, mit lehet mellé tenni. Figyelj, nekem is ez a próba lesz. Igen. Ez eldől két fel. Tehát vagy rácuppon az ember. Vagy köszönöm, kipróbáltam. Vagy kipróbáltam. Pipa. Kíváncsi vagyok. Októberben lesz, és tehát még messze van, de már nagyon várom, és kíváncsi vagyok. Pár dolgot azért elmondok. Illetve van egy nagyon fontos hír, hogy a hévízi reptér, a balatoni reptérre visszatér a fapados forgalom. Ha jól számolom, 14 év után újra menetrendszerű fapados járat hévíz repterére. Meg ilyen légiipari hír, mert azért egy hévíz Dortmund reláció, az nem tudom mennyire lesz. Hát engem nem ajzott fel, megmondom őszintén, de elmondjuk, mert érdekességnek. Magában az, hogy van Budapest, van egy keleti repterünk ott változó intenzitású forgalomban, Debrecen már működik elég régóta, a kétgépes bázis Covid visszatette egyre, csökkent forgalom, stb. De Hévízt nem akarták eddig nagyon megpiszkálni, rengeteg vízergépet láttam már ott, mert ott gyakorlatoznak, ott ugye nincs ott semmi, nem használja senki, viszont van egy kiváló kifutópálya, ott pilóták ott tréningelnek. Ezt akartam kérdezni, hogy ott kellett valamit csinálni, mert szét van repedezve, meg nem tudom, egy ilyen hulladék a kifutó, vagy... Nem, azt karbantartották. Tréning reptérnek használták, egy több légitársaság is, ott azért szálltak föl a gépek gyakorlatozni a pilóták, de most végre újra lesz forgalom. Na mindegy, pár szót majd erről is akkor. Ácsiz in the air, a millás reggeli repülés.